Farkasné dr. Pigniczki Katalin ügyvéd tájékoztatását hallhatják a családjogról, ezen belül a házasságról és az élettársi kapcsolatról. Köszöntöm a Kistelek TV nézőit! A mai jogi percekben a családjogról, ezen belül a házasságról és az élettársi kapcsolatról szeretnék beszélni. Kérem, fogadják szeretettel! A családjog, mint egész, magában foglalja a házasságot és a házastársi, élettársi vagyonközösségi viszonyokat, valamint a gyermekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rendező jogszabályokat. 2014-ig külön családjogi törvény volt érvényben, majd 2014. március 14 napjától az új polgári törvénykönyv a családjogi szabályokat magába olvasztotta, és a családjogi rendelkezéseket a polgári törvénykönyv, családjogi könyve és az alaptörvény tartalmazza. Magyarország alaptörvénye az alábbiakat mondja ki a családról és a házasságról. Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya-nő, az apa-férfi. A polgári törvénykönyv családjogi könyve pedig a következő alapelveket fogalmazza meg. A törvény védi a házasságot és a családot. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék. A házastársak a házas élet és a család ügyeiben egyenjogúak. Jogaik és kötelezettségeik egyenlők. Láthatjuk, hogy Magyarország törvényei fokozott védelemben részesítik a házasság és a család intézményét. De mikor jön létre a házasság? A házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A házasságkötés két tanú jelenlétében nyilvánosan az önkormányzat hivatali helyiségében történik. A házasulók kérelmére a házasság a nyilvánosság mellőzésével, illetve a jegyző engedélye alapján a hivatalos helyiségen kívül más, erre megfelelő helyen is megköthető. Ezt a jogszabályi rendelkezést nem kell magyarázni. Aki vett már részt esküvőn, a gyakorlatban is megtapasztalhatta, hogyan történik a házasságkötés. Az együttélés másik formája az élettársi kapcsolat. A polgári törvénykönyv a következőképpen határozza meg az élettársi kapcsolatot. Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben, azaz életközösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, vagy az életközösségük véget ér. A polgári törvénykönyv elismeri ugyan az élettársi kapcsolatot, de láthatjuk, hogy a törvények által biztosított védelemben csak a házasságot részesíti. Legszembetűnőbb példaként az előző jogi percekben ismertetett öröklési jogi szabályokat említeném, hogy az élettársak nem örökölnek egymás után, míg a házastársak igen. A másik fontos eltérés, hogy az élettársi kapcsolatban élő férfi csak teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele útján válhat hivatalosan is a közös gyermek apjává, és amíg a házastársak viselhetik egymás nevét, a névviselési jog az élettársakat nem illeti meg. A különbség a vagyonjogi kérdésekben is szembetűnő. Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Nem keletkezik közös vagyonuk,
azaz az egyik fél szerzése nincs hatással a másik fél szerzésére, és egymás tartozásaiért sem felelnek. A házasságkötéssel a férj és a feleség között a házassági életközösség idejére házassági vagyonközösség jön létre. Ha a házastársak nem kötnek vagyonjogi szerződést, akkor osztatlan közös tulajdonukba kerül mindaz, amit a házassági életközösségük ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs külön vagyonához tartozik. De mi is tartozik a külön vagyonba? Példálózó felsorolással szemléltetném. A házastárs külön vagyonához tartozik például a házassági vagyonközösség létrejöttekor már meglévő vagyontárgy. A házassági vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás. A személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy, valamint külön vagyona értékén szerzett vagyontárgy és a külön vagyona helyébe lépő érték. Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik, ahogy a házasulók és a házastársak is egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Fontos, hogy a szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A polgári törvénykönyv egyébként a vagyonjogi szerződések megkötésének irányát támogatja. Befejezésül elmondanám, hogy az elmondottak alapján jól látható, hogy Magyarország törvényei fokozott védelemben részesítik a házasság intézményét, mint a családi élet alapját. Nagyon sokszor hallhatjuk a nekünk nem fontos a papír, anélkül is boldogok vagyunk fordulatot élettársi kapcsolatban élő pároktól. Viszont fontos szem előtt tartani, hogy a törvényben biztosított védelemtől fosztják meg magukat azok, akik az együttélés ezen formáját választják. Ügyfeleim előtt sosem titkoltam, hogy házasságpárti vagyok, mert ugyan nagyon sok házasság szűnik meg válással, a házassági életközösség idejére biztosított jogszabályi védelem nem elhanyagolható. És tévedés azt hinni, hogy az élettársi életközösséget könnyű megszüntetni, hiszen ott sem rendeződik minden kérdés a külön költözéssel. Végezetül a házasság intézménye a házastársakat jogi védelemben részesíti, és mindenki maga dönti el, hogy kíván-e vele élni. Köszönöm a figyelmet! Megtartott a záró rendezvényét a Vágmix Kft. A rendezvényen összegezte a pályázatban megvalósított tevékenységeket, beszerzett eszközöket, a projekt eredményeit, Gajas Hújber Viktória ügyvezető. Megtartotta ünnepélyes záró rendezvényét a Vágmix Kft. A Vágmix Kft. A Széchenyi Tel Plus program GINO Plus 1.2.1.21.2021.04.274 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című program keretében támogatást nyert eszközök beszerzésére. A projekt ünnepélyes záró rendezvényén Gajas Hújber Viktória ügyvezető mutatta be a pályázatban megvalósult tevékenységeket, a beszerzett eszközöket és a projekt eredményeit. Köszöntök mindenkit, Gajas Hújber Viktória vagyok, a Vágmix Kft. Ügyvezetője. A Vágmix Kft. 1998-ban alakult egy családi kisvállalkozásként. A székhelyünk a Pest megyében Taksonyban található, ahol egy vegyesbolti kiskereskedelmet üzemeltetünk. Körülbelül 20 éve kezdtünk el az építőiparral foglalkozni, és ennek keretében sokat bővültünk az elmúlt években. Az elmúlt pár évben Dél-Magyarország felé is elkezdtünk terjeszkedni. 2021-ben a GINOP 1.2.1.21-es pályázaton
207 millió forintot nyertünk, melynek keretében tovább tudtuk bővíteni építőipari tevékenységünket. Ennek keretében több kisebb gépet vásároltunk, ami mögöttem látható. Ezek többsége komacsú munkagép, ami nem csak környezetkímélő, hanem kontrakt rendszerének köszönhetően a távolról is tudjuk nézni a valós idejű munkavégzéseket. Beszerzésre került még egy kis bontórobot, aminek segítségével a veszélyes munkaterületekre is be tudunk menni. Ezáltal biztonságosabb lesz a munkavégzés, illetve ehhez kapcsolódóan beszereztünk még egy agregátort, hogy ezt tudjuk működtetni, ezt a munkagépet. A pályázat keretében beszerzésre került egy Komacsu HB365-ös munkagép, ami egy hibrid munkagép, és ezáltal nem csak környezetkímélő, hanem üzemanyagot is tudunk vele spórolni. Továbbá a kisebb munkavégzésekhez egy Komacsu PC88-as, egy Komacsu PV160-as, illetve egy Komacsu SK820-as munkagép került beszerzésre. Ezekkel akár ilyen kis csatorna építési és egyéb kisebb föltükörkészítési munkákat is el tudunk végezni. A pályázat keretében 10 fő munkavállalóval bővült cégünk létszáma, hiszen nem csak a gépekhez kellett új munkaerő, hanem így a megnövekedett papírmunkával irodai alkalmazottak is kerültek fölvételre, valamint a megnyert pályázatok kapcsán nem csak a földmunka, hanem a szóródó anyag szállítással is bővült tevékenységünk, és ezáltal oda is új munkaerők kerültek felvételre. Köszönjük a magyar államnak, hogy lehetőséget biztosított ennek a projektnek a megvalósításához. Birkózó versenyen vett részt a Kislelki Sportegylet. Kis Andrással beszélgettünk a versenyről és az eredményekről. Birkózó versenyen vett részt a Kisteleki Sportegylet, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Kis Andrást. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is magáról erről a versenyről, hol volt pontosan és hogyan is szerepeltek a kisteleki birkózók. Köszönöm szépen a meghívást. Régi emléket elevenítve a gádorosi birkozó csapat meghívott minket is. Ők is hosszú idő után újra rendeztek egy versenyt, anyagi és egyéb megfontoltság követte. Ugye egy ilyen versenyhez kell egy kis anyagi háttér is, bár a birkozók nem egy nagyon, nagy anyagi lehetőségekkel bírnak, inkább a küzdelem jellemzi őket. És a Gelegonya István, az ottani szakosztályvezető emlékezett ránk régről, hiszen voltunk már mi is ott, ők is voltak itt nálunk, kaptunk egy meghívást. Gyermek és diák korcsoportban írták ki a versenyt, 84 versenyző vett részt a meghívásos versenyeken, 8 csapat. Mikor megérkeztünk, körbenéztem, mondom, hova csöppentünk mi. Ugye megszokott volt régebben, hogy a megyei birkozást képviselik egy páran, határon túli csapat is egy-kettő, és tulajdonképpen ennyi volt. És most megdöbbenve láttam, hogy Csepel, Budapesti, Honvéd, meg Esztergom, meg ilyenek. Mondom, hova jöttünk mi? Már csak azért is, mert a Csepel és a Budapesti Honvéd a magyar birkozásnak egy meghatározó fellegvára, és kíváncsian vártam ezután a versenyt. A 84 versenyzők között ott volt a kisteleki birkozó csapatnak is a 4 jeles képviselője. Hozzáteszem, mi még csak bontogatjuk a szárnyunkat, van, aki egy hónapi áredzésre, van, aki egy kicsit több, de az se fél évnél túl. És hát ugye nekiestünk ennek a megmérettetésnek. A 4 versenyző közül lett egy aranyérmesünk, Megyeri Dávid, aztán lett egy harmadik helyzetünk a Bánfi Bence, meg még egy harmadik helyzetünk a Bánfi Zsombor, és lett még egy harmadik helyzetünk a Bárdos Lionel. Nagy örömükre, ugye ők még nem voltak versenyen, és boldogan fotózkodtak, mutatták az érmeket, és hát közben szembesültek azzal, hogy ez a birkozás nem is olyan könnyű, mint itt esetleg itt egy játékos edzést követően itt nevetgélünk és vérezzük magunkat. Ott viszont jöttek az izzadságcseppek, és hát ugye le is vonták a következtetést a fiúk, hogy ahhoz, hogy mi birkozók vagyunk és eredményt érjünk, ahhoz egy kicsit többet kell, meg keményebben, meg jobban odafigyelve, meg talán még azt is mondom, hogy szorgalmasabban, és majd akkor lehet, hogy a dobogóra, és azon belül is egy kicsit előrébb tudunk
én magam bízok benne, hogy ez a kis birkózóverseny adott egy alaphangot, és egyfajta jövőbe mutató lehetőséget, és hát ha bármikor hívnak bennünket, mi készek vagyunk arra, autóba ülünk, megyünk, versenyzünk, hazajövünk, és közben vagy így, vagy úgy örülünk mindenképp. Ha esetleg eredmény nem érünk, akkor is öröm, hiszen az utóbbi évek tendenciája az volt, hogy nem nagyon szerettek a gyerekek versenyre menni. Itthon edzettünk, így is, úgy is, ide mentünk, oda mentünk, de nagy fiúk, akkor gyerünk versenyre, és akkor ott mindig megakadtunk. Én nem szeretnék, és kerestem, kutattam az okát, hogy vajon miért. És ugye volt bennem ilyen is, hogy ilyen kudarckerülők, tehát nem akarnak szembesülni azzal, hogy most hogy állunk, mennyi tudás van, mennyi állóképességünk van, mennyi fogás van a birtokunkban, milyen repertoárral tudjuk ezt előadni, miközben van egy komolyabb ellenfelünk. És most azt látom, hogy ez mintha elmúlt volna, és amikor mondtam ezt a versenykírást, akkor mindenki nagyon boldogan. Aki nem jutott be korosztályba és a súlycsoportja, az bosszankodik, hogy hó, én nem mehetek. Hát sajnos nem, mert ugye megvan, hogy hány kiló, milyen korcsoport, és akkor csak azon belül, hiszen ezeknél a fiataloknál a korcsoport is nagyon lényeg, illetve hogy 4-5 kiló a súlykülönbség az már itt nagyon sok, és a négy versenyzőnek jutott az, hogy képviselhet bennünket, ugye a többiek sajnos vagy korcsoport, vagy súlycsoportban nem jöttek be a versenyre. Remélem lesz neki folytatása, és mindent megteszünk a minél jobb eredményért. A Hétkerék Egyesület edzőjét, Csala Nikolettet kérdeztük a halloweeni partiról és a jövőbeli időszakról. Halloweeni bulit tartanak szokásos módon idén is itt a Hétkerék Egyesületnél. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Csala Nikolettet, az Egyesület edzőjét. Köszöntelek, beszéljünk is erről a halloweeni buliról, és hogy hogyan is telt az elmúlt időszak, és mit terveztek a jövőre. Hát sziasztok, nagy szeretettel vártunk benneteket idén is, úgy, mint a korábbi években. Igazából teljesen szokásos módon rendeztük ezt meg itt most nálunk, ugye? Ugyanígy a csarnokban itt szoktuk, mert nyilván itt van lehetőségünk arra, hogy így az óra átállítás után, illetve a téli időszak kezdetén, az alapozás kezdetén görkorit húzhassanak a gyerekek, mert hát valljuk be, azért az időjárás már ilyenkor nem túlzottan kedvez annak, hogy kint edzünk a pályán, illetve kint akár így aszfalton, itt Kisteleken. Úgyhogy bekényszerülünk ide a csarnokba, de nagyon jó, hogy van ez a kis csarnokunk. Most is, mint tavaly a szegedi csapat szintén csatlakozott hozzánk, ugye velük szokásos módon ugyanúgy évek óta együtt edzünk, együtt dolgozunk, teljesen vegyesen, akár Szegeden, akár itt Kisteleken. Ők most is itt vannak és részt vettek ezen a külön programon, amit nagyon szoktak élvezni a gyerekek. Hát mindenki be van öltözve, és mindenki jól érzi magát. Úgyhogy egy ilyen sorversennyel kezdtük, most egy kicsit el vannak engedve, hogy érezzék jól magukat, meg egy kicsit bulizzanak. Most ugye nekik jelen pillanatban az iskolában ugye őszi szünet van, de attól így a munka része nem áll meg. Szegeden edzenek most napközben minden nap egy ilyen edzőtáborszerű programjuk van, hogy ne engedjük annyira szanaszét őket így a szünetben sem, illetve itt is van Kisteleken edzés. Annyi, hogy most már elkezdtük az alapozást, a nagyoknak csak száraz edzésük van, csak hétvégén vagyunk kint a pályán, mert az időjárás az ugye úgy engedi, úgyhogy amíg ezt meg tudjuk tenni, addig akár december, januárig, tehát kint vagyunk és edzünk. A többi edzés az ugye imitálós, futós, erősítő edzés, a gimiben is súlyzókkal, főleg már a nagyok súlyokkal edzenek, úgyhogy elég kemény télnek nézünk neki, de én azt gondolom, hogy meg fognak birkózni velük. Ezzel az erősítő edzéssel már tavaly is nagyon-nagyon sokat profitáltak belőle a gyerekek, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő szezonra is ez így fog maradni, illetve reméljük. Igazából nagy ilyen külön program, vagy edzőtábor több már nincs így az ünnepekig. Ott majd egy picit leeresztünk, de hát nyilván januártól majd újra kezdjük a munkát, úgyhogy addig is szórakoznak most egy kicsit. Egy családi háza alsó szintjén csaptak fel a lángok november 6-án este Csongrádon.
a csongrádi, a kisteleki és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei érkeztek a helyszínre. Ekkor már több helyiséget is érintett a tűz. A tűzoltók két vízsugárral azonnal megkezdték az oltást. Közben egy gázpalackot is kivittek az épületből. A szakszerű és gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább az épület felső szintjére. Oltás után az egységek ventilátor segítségével átszellőztették a házat. A mentők a ház lakóját, egy idős férfit kórházba szállítottak.